Itt vagyok, főrendező úr, itt vagyok. Elkezdjük az olvasópróbát. Hívja be a hét törpét. Még csak Popper művész úr érkezett meg. Ő a hét törpe. Igen. Küldje be. Hét törpét játszik egyszerre? A rádióban nem látszik, hány törpe áll a mikrofon előtt. Ő már tudja, szegény? Most fogja megtudni, küldje be. Popper művész úr, a jelenés. Üdvözlöm, főrendező úr, mit játszom? Hét törpét játszik. Hányat? Hetet. Maga lesz egy személyben Tudor, Vidor, Szende, Szundi, Morgó, Hapci. Egészségére. És melyik a hetedik? A kuka. És az is maga lesz. Miért éppen kuka? Mert ezt a hülyét mindig otthon hagyják a többiek. És mit mondjak, ha keresik a többi törpét? Bárki keresi őket, maga mindig mondja azt, a fiúk a bányában dolgoznak. És ha szombaton keresik őket? Akkor mondja azt, hogy kommunista szombatot tart. Na, kezdjük a próbát. Kopogjon, Sopánka. Kop, kop. Ki kopog? Én. Nem maga, hanem a hófehérke. Nyisson ajtót, Popper. Nyitom már. Tessék befáradni. Szervusztok, törpék! Csak én vagyok itt. Néni, kérem. A többiek hol vannak? A fiúk a bányában dolgoznak. És te miért nem dolgozol? Mert én kuka vagyok. A köztisztaságnál? Én is bányász vagyok. A többiek mit bányásznak? Uránt! Akkor ti atomtörpék vagytok. Mi aglegény törpék. Szeretnék megszállni nálatok egy éjszakára. Nyújtasz nekem szállást, kis kuka? Nyújtok. Mi lesz, ha a többiek hazajönnek? A fiúk a bányában dolgoznak. Hová feküdhetek? Van itt egy szalmazsák. Állj meg! Ide beiktatunk egy reklámszöveget. Amikor Hófehérke azt kérdezi, hogy hová feküdhetek? Akkor maga mondja azt neki, hogy feküdj a Szundira. Szundi a bányában dolgozik. Nem arra a Szundira, hanem a róla elnevezett Szundi heverőre. Tessék! Hová feküdhetek? A róla elnevezett szóval. A sírba visz, Popper! Olvassák be a reklámszöveget, a reklámverset! Na. Mikor Szundin hevertem, nem ébredtem, levertem. Na, tovább! Szóval nincs asszony a háznál, aki a gondotokat viselje. Majd én kezembe veszem a sorsotokat. Takarítok, főzök, mosok rátok. Mivel mosol? Mosóporral. Mondja be, hogy milyen mosóporral. Sanyi mosóporral. Tudja, Józsi, tudja, Manyi, legjobb mosópor a Sanyi.
Jó, ezt én is tudom. Jól van, kiskuka, okos vagy. Most pedig főzök neked egy finom vacsorát, aztán alszunk rá egyet, és holnap elmegyünk kirándulni. Nincs turista felszerelésem. Majd veszünk a sportáruházban. Szeretnél velem egy nagy hegyet megmászni? Nagyon szeretnék megmászni. Majd megmászhatsz, ha lesz felszerelésed. Jöhet a reklámszöveg. A természet lágy ölén majd jól esik a sziklatúra, jó levegőt garantálja a proletár diktatúra. Ezt hagyja ki! A rendszernek nincs szüksége reklámra. Csobánka? Igen? Adja oda a művésznőnek a javított szöveget. Tessék, művésznő. Olvassa be, Elza. Igen. Gyere velem sziklát mászni, hálózsákban alszunk éjjel, én majd dorombolok neked, mint egy macska szenved éjjel. Ezt nem értem. Mitől szenved éjjel egy macska a hálózsákban? Nem szenved éjjel, hanem szenved éjjel. Ja, jegyünk már valamit, korog a gyomrom. Esténként, ha férje morog, mivel éhes, gyomra korog. Várja őt a konzervgulyás, s gulyás után ágyba bujás. Na, Popper, maga most bújjon el, mindjárt itt lesz a gonosz mostoha. Csobánka, igen? Hívja be Bácsalmási művész urat. De ő a Királyfit játsza. Is. A gonosz mostohát és a Királyfit is. Hát ilyet még életemben nem láttam. Hát majd most látni fog. Hívja be. Bácsalmási művész úr, jelenés. Jövő. Tiszteletem. Kérem, engem rosszkor hívtak be. Tudtommal a Királyfit alakítom. Azt is, meg a gonosz mostohát is. Hét szerepet egy gázsiér. Popper művész úr egyedül adja a hét törpét. Ne hasonlítson engem egy törpéhez. Ne vitatkozom, Bácsalmási, hanem mérgezze meg hófehérkét. Jó. Vehetem bicegősre a figurát? Ne bicegősre, hanem öreg attyonyra vegye. Csobánka? Igen? Adja oda a mérgezett almát Bácsalmási művész úrnak. Add ide, fiam. Bocsánat, hogy közbeszólok, de a mesében úgy van, hogy először egy bársonyővel elszorítja a derekát a hófehérkének, másodszor mérgezett fésűvel fésüli meg a haját. Nincs folytogatás, nincs fésülés, csak alma. Ad ide, fiam. Adja oda az almát. Tessék az alma. Mérges? Az nem kifejezés. Olyan mérges, mint a főrendező úr. Akkor induljon Bácsalmási, és etesse meg vele hófehérkét. Kezdjék a jelenetet. Na, kezdjük. Jó, akkor most gonosz mostó, ugye? Szervusz, kislány! Én már nagylány vagyok. Mit tetszik megint árulni? Almát! Nagyon egészséges, tisztán tartja a fogókat. Fogakat! Ide az van gépelve, hogy fogókat. Javítsa ki! Kérem. Na, jöhet az alma reklám. Fogakat. Alma reklám. Reggel alma, délben alma, ettől nő a keblet halma. Harapjál bele!
éves tanya, megmérgezett a rút banya. Most már nem ébredsz fel soha többé, hófehérke. Ne vihogjon, hanem sátáni kacajjal távozzon. Az milyen? Mutassa meg, Sopánka. Én? Na. Mutasd, fiam. Na, csinálja utána. Megvan, megvan. Rendben van, gyerünk tovább. Na jó. Kiköpetem már a csutkát. Ne. Még ne köpje ki. Előbb a törpék elsiratják magát. Hol vannak a törpék? A fiúk a bányában dolgoznak. Meddig szofogasson még ezt a rohadt csutkát? Még lenyelem. Tartson ki. Rögtön belovagol magába a királyfi, és életre kelti. Na kezdje már, bácsalmási. Jó. Mit látnak szemeim? Egy pufók szűzhever itt a dél... Téványon. Orcája halovány, mintha... kivándorolt volna belőle a lélek. Hajoljon föléje, és csókolja meg. Kérem, mi nős ember vagyok. Ne alkudozzon, csókolja meg. Jó, de ezért veszélyességi pótlékot. Az ajkára cuppancson, hogy a hallgatók is hallják. És a rúzsos leszek, kérem. Én csókáló rúst használok. Milyen márka? Vipera! Vipera rúzs, vipera púder, vipera külni, pipere álom. Vipera leszek én is, hogyha magamat velük kiprapre... nem tudom kimondani. Nem tudja kimondani, kriprapre trárvár. Mondja azt, kérem, hogy kikenceficézem. Na, szóval ezt még gyakorolni kell, most folytassák. Csókolja meg, bácsalmási. Tessék. Cup-cup. Ki vagy te szép fiatalember, aki felébresztett örök álmomból? Királyfi vagyok. Királyfi Jenő. Hófehérke, csókolj meg még egyszer. Ez nincs a szövegben. Hát akkor rosszul olvastam. Még ma megtartjuk a lagzit. Nagy lagzit csapunk. Mindjárt hazajönnek a törpék. A fiúk a bányában dolgoznak. Hús! Miféle törpék? Hát nem a tiéd a lakás? Én csak ágyra járó vagyok itt. A főbérlő a hét törpe. Ők is férfiak, nekik is lehetnek. Hú-hú. Nekik is lehetnek vágyaik. Nekik csak egy vágyuk van, szeretnének megnőni. Később majd megszereted őket. Előbb menjünk Nászútra, hófehér. Várjanak még a Nászúttal, előbb fürdőbe mennek. Minek, én tiszta vagyok. Ide benyomunk egy fürdőreklámot. Olvassa, bácsalmási. Boldogan, tessék. Gyógyfürdőink vize csodás, ízlelje meg aromáját, s áztassa egy csodás vízben. Miért áztassa, kérem? Én nem tudom elolvasni, micsoda... Sopánka! Kipreparálom. Hol vagyunk már attól? Nézze
meg a kéziratban, miét áztassa? A fiúk a bányában dolgok. Ne, ne, összezavarom az egészet. A miét áztassa? Kezét, lábát, a hátatáját. Hát ezt holnap még többször átvesszük. Na, kezdődhet az esküvői lakoma. És mi lesz az esküvői ebéd? Mit adunk a törpéknek? Rám a margarint. Muszáj. Ez az utolsó reklámszöveg. Utána egymásé lehetnek. Na, olvassa be, bácsalmási. Hófehérke, édes párom, mielőtt megpöcsételnénk Frigyünket, kend be a csizmád rám a margarinra. Mi a fenének? Hogy mindenki lássa, rámás csizmát visel a fogát.